akkor úgy vettem, hogy megkaptam a szót. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, adja az Isten szebb jövőt minden kedves magyar barátunknak. Főleg annak oká, hogy ilyen korai órán is tudunk találkozni. Még egyszer elnézést, a himnuszt is kicsit halkabban adtam elő, ez annak okán van, hogy a torkomat megtámadta valami vírus, de azért próbálom annyira kiérezteni a hangot, hogy mindenkihez eljussam. Az, hogy talán kicsit csekélyebb létszámban vagyunk jelen, azért előnyökkel is jár, meg pedig azzal, hogy miután itt elmondtuk, amit szerettünk volna, mindenkivel lesz időnk és alkalmunk elbeszélgetni. Tehát senkinek nem kell úgy hazamenni, hogy benne maradt egy kérdés vagy fontos gondolat. Csak először is azt kellene talán tisztázni, hogy miért kellett nekünk itt találkozni. Hát miért van szükség hasonló rendezvényekre, hogy fordul az, hogy a Jobbik az 4000 lakossági fórumot szervez most a választási kampány alatt. Hát elmondható, hogy hortéjék óta nem volt még választási program ennyi emberrel megvitatva. Érdekes módon azon pártok által sem, akik a parlamentben ülnek, és ugye forintmilliárdokkal a hátuk mögött, állítólag dolgoznak. Na, hogy min, arról szeretnék én most beszélni. Az egyik példája ennek a mai hírekben olvasható legnagyobb újdonság, miszerint egy Miskolc melletti faluban, ahol megszüntették először a vasutat, aztán a buszközlekedést, áttérnek az ökrös szekérre. Szóval nem vicc, teljesen komoly. Következő hónaptól ökrös szekérrel szállítják az embereket Miskolcra, mert akinek nincs autója, az beragad a településre, és nem hogy dolgozni nem tud, de még postára vagy orvoshoz menni sem. Hát itt a 21. század, kérem szépen. Ugye kellett nekünk szabad piac, meg állítólagosan szabad választások, meg módszerváltás, ahol csak a gengsztereket váltották le. Ez az eredménye. Az utóbbi 20 évben sikerült olyan mélyre süllyednünk, hogy a 70-es éveknek a létszínvonalát tudjuk talán néha a recsegve ropogva produkálni. Most pedig, hogy megszüntetik a vasútközlekedést, a helyközi járatokat, ökrösszekereket vezetnek be Magyarországon. Lehet, hogy ez a jövő útja egyesek szerint. Én azt mondom, hogy ez nagyon nem jó út, és nagyon nem a miénk. Egyrészt már nem Magyarországon találták ki, csak nem akarok olyan fejtegetésekbe menni, hogy ez Brüsszelben, New Yorkban vagy Tel Avivban fundálják ki nekünk, mert igazából tök minden. A lényeg mégis a végeredmény, hogy Magyarországon nincsen a kezünkben szinte semmi. 90%-át kiárusították a termelőágazatoknak, a vagyonnak, és még sincs a kezünkben egy olyan sikeres magyar ágazat, amire azt mondhatjuk, hogy ez a miénk, ez sikeres, ez nekünk termeli a hasznot, erre rá lehet építeni Magyarországon. Pedig egy olyan országról beszélünk, amelyik Európa éléskamrája volt, nem csak a Hortit követő gazdasági csoda idején, de sokkal korábban is, hát évszázadok óta ez egy olyan hely, nem véletlen, hogy mindenki minket akart lerohanni, ezt mindenki meg akarta szerezni. Európa éléskamrája, ami a földjére építve, meg a ráépülő feldolgozóiparra építve kitörési pontokat találhatnak, másrészt, hogy a termálvizet, gyógyturizmust használjuk ki, akkor úgy szintén. Vannak itt kitörési pontok bőven. Csak az a gond, hogy valahogy az agyunkba plántálták, főleg parlamenti szinten azt, hogy hát nekünk a multikat kell kiszolgálni, mert az milyen jó, meg kell felelni az EU-nak, mert anélkül nem lehet élni, hát anélkül ilyen barbár lovasok lennénk a pusztán. Jobban kell lenni a szomszéd országokkal, igaz, hogy elvették a miénknek a kétharmadát, a népességnek egy iszonyatosan nagy részével együtt, amelyik mai napig szolgasorban tartanak, mert nyelvtörvényel vennek vagyunk. De jobban kell velük lenni, még olyan országokkal is, mint Szlovákiával, aminek a történelmét ugye SMS-ben tudom elküldeni önöknek. Én is idősebb vagyok nála. Mégis valamiért az a divat, hogy nem szabad senkivel szembe menni. Most amiért itt a Jobbik programjáról mi beszélni akarunk, az az, hogy a magyar parlamentben nem haverkodni megyünk, meg nem jóba lenni ezekkel, akik nekünk ezt a helyzetet csinálták, hanem tényleg változtatni és nem befeküdni a játékszabályaitnak, hanem új törvényeket alkotni, új jobb szabályokat hozni, saját, normális magyar úton indulni el. Ezért örülök nagyon, hogy Ernő bácsi előtt kaptam szót, aki nálam biztos sokkal magasabb színvonalon el fogja ezeket mondani. De hát egyfajta szellemi mentoromnak tekintem, hiszen 10 éves korom óta mindig ugyanott vagyunk. A világ jön, megy, pártok jönnek, mennek, mi rendes nemzeti radikális emberek mégis ugyanott vagyunk. Tehát nem kellett se jobbra, se balra egy kis kitérőt sem tennünk. Ez azért beszédes, talán ez adhatja meg a Jobbik hitelét. Továbbá az, hogy nem csak az utóbbi 20 év mocskaiban érintetlen, hanem az előtte lévő 40-ben is. Tehát közöttünk nincsenek olyanok, akik mondjuk belügyminiszterek lettek volna annak idején, vagy ávós csemeték. Egyértelmű, hogy olyan szűrőrendszerrel választjuk ki a képviselőjelöltjeinket, hogy ezeken nem mennek át ilyen személyek. Továbbá hát próbálunk jó példával előre járni. Ennek jele az, hogy a vagyonnyilatkozatainkat már előre adott esetben közzé kívánjuk tenni, tehát nincsenek titkaink. Ennek másik jele az,
hogy meg akarjuk szüntetni a politikusoknak az álláshalmozását. Már elfogadtuk az alapszabályunkban, még jóval a választások előtt az, hogy aki parlamenti képviselő Magyarországon, az ne lehessen mondjuk polgármester vagy önkormányzati képviselő. Az önök közül komolyan gondolja valaki, hogyha az ember egy parlamenti frakcióban szavazógépet játszik, mert a maiak azok azt játszák, akkor mellette még polgármester is tud lenni és eredményes munkát végezni egy település vezetése során. Szó sincs róla, itt politikusi álláshalmozókról van szó, és ezek kíméletlenül le kell számolni. Ugyanígy kezdeményezzük a politikusi bűn bevezetésének a fogalmát is, amelynek büntetési tétele az úgymond rendes emberhez képest mindig dupla legyen. Ezt jogszabályban le kell fektetni. Ha valaki politikusként, közemberként követel bűnöket, duplán kell büntetni mindenki máshoz képest. Most talán furcsa lehet az, hogy itt ugye politikai babérokra törő szervezetet képviselek én is, mégis a politikusokat idézőjelben hát szidalmazzuk. A helyzet az, hogy mi nem gyári politikusok vagyunk, mint a parlamentben ülök, hanem kényszerpolitikusok, akik azért vannak itt, azért hagyják ott a családot, hogy lakossági fórumokat tartsanak, meg a munkaidejükből lecsippentve azért járják az országot, mert valóban érzik azt, hogy ha ők nem változtatnak, akkor más sem fog. Mert elhazudták az utóbbi 20 évünket, hallgattunk rengeteg ilyen kábító szöveget, hogy majd ettől meg attól jobb lesz nekünk, és a végeredmény mindig ugyanaz, az igazi nemzeti sorskérdésekben, amikor jobb lehetett volna egy kicsit, akkor kínosan összekacsintottak a nagynak nevezett erők, ugye ez a műanyag ellenzék, meg az általános kormánypártok, ezek mindig ugyanúgy szavaztak, és mindig elvitték a mi szerencsénket egy olyan irányba, amit nagyon nem lett volna szabad. Mire gondolok? Hallottak önök olyat a híradásokban vagy a parlamentben, mondjuk felül kéne vizsgálni a magyar államadósságot. Mert nem biztos, hogy jó az, hogy évente 1300 milliárd forintot fizetünk csak a kamatokra, és érdekes módon ez az adósságteher mindig csak nő meg szaporodik. Hogy van ez? Én nem hallottam ilyet a híradásokban, nem azért, mert ezek az emberek ne értenének hozzá, vagy ne fizette volna ki a párt nekik a legjobb külföldi iskolákat, de sajnos nagyon is értenek a szakmájukhoz. Ennek ellenére tartott az ország, ahol tart. És ezért mondom azt, hogy tarthatatlan, hogy ezt az 1300 milliárdot ezt fizetni kell, mert ugye jó adósnak kell lenni, meg jól kiszolgálni a külföldet, meg kinyalni a, nem is mondom tovább. Ugyanakkor nem volt 6 milliárd forint arra, hogy rendezzük az ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozóknak a bérét, pedig 6 milliárdból megoldható lett volna, hogy az elvándorlás megszűnjön Magyarországról. Ehhez képest a végeredmény az lehet, hogy majd a ruandai meg a csecsen ápolóknak kell elmondani, hogy betegek vagyunk, hogy itt fáj, ott fáj. Én ezt mostában a saját bőrömön tapasztalom egyébként, hogy ezzel átkozott ebolával járom a különböző szakrendeléseket. Nem véletlen, hogy itt tartunk, nincsen 6 milliárd az egészségügyünkre, de van 1300 milliárd arra, hogy a külföldi és a szemétláda multinacionális cégeket kiszolgáljuk. Nem csak nem parlamenti téma, és nincs szó róla a tévében, mert ugye csak a tévé számít a beszélő doboz, most már családok szinte nem is számítanak, csak az, hogy mit mond az a bizonyos képernyő. Arról sem beszélnek, hogy mi van a multinacionális cégekkel. Hogy nekünk tényleg arra kell átsingóznunk, hogy ilyen beszállítói, meg pincérállásaink legyenek a multiknál. Esetleg egy gumigyárban lehetünk ilyen takarítók, felszolgáló munkások. Nem biztos, hogy ez a legjobb Magyarországon mindenki. Lehetnének saját magyar cégeink, gyáraink, saját magyar feldolgozóiparunk, mezőgazdaságunk. Erre mindjárt kitérek, hogy hogy lehet létrehozni, hogy létre lehet hozni. Ugyanakkor arról is beszélni kéne, hogy a multinacionális cégeket meg kell adóztatni. Sokan mondják erre közgazdász körökben, de hát a multik adóznak, nincs ezzel semmi probléma. Való igaz, a multiknak egy jó része adózik, ez a cégér átfestődő, hogy egy 5 évenként nevet székhelyet változtatnak és újra igénybe veszik a kedvezményt. Ez kezd megszűnni. A legújabb az az, hogy olyan könyvelő cégekkel szerződnek, akik eltüntetik az adóalapjukat. Tehát a multinak legálisan, legálisnak mondva, eltüntetik az adóalapját, aztán tényleg adózik valami 3 fillért, amivel nem vagyunk beljegy. Hát ilyen multikra nincs szüksége Magyarországnak. Ezek egy pozitív, idézőjelben pozitív dolgot hoznak, adnak pár munkahelyet. Egy kis alamizsnát a csicskáknak, ugye, hogy dolgozzatok nekünk tovább. Ez ugyanolyan, mint a csicskáztatás a magyar alföldön. Tarthatatlan, fel kell számolni, és higgyék el nekem, csak a felvevő piac miatt, és csak az amúgy is megszerzett profit miatt nem lenne multi Magyarországon, aki elmenne, főleg azért nem, mert a szomszédos országokban is tisztességesen kezdik őket megadóztatni. Tehát egy olyan világméretű tendencia zajlik, mindenhol adóztatják ezeket, érdekes módon nálunk nem. De beszéljünk egyéb kérdésekről, amelyek a magyar parlamentben kínos csendben nem hangzanak el. Hát mi van a székely testvéreinknek az autonómia?